Köszöntünk minden kedves hallgatót az Okos Otthon Klub mai adásában. Okos házigazdáink Peti, Meki és Zoli. Hamarosan kezdünk! Sziasztok! Ez itt az Okos Otthon Klub otthon automatizálási rendszerek adássorozatának első része. Itt van velem Meki. Sziasztok! És itt van velem Zoli is. Sziasztok! Én pedig Peti vagyok, sziasztok! Az első részben a KNX szabványról, nevezzük szabványnak, KNX szabványról és az erre épülő technológiáról szeretném beszélni nektek még hozzá. Ennek van egy apropója is mind a hárman részt vettünk egy KNX-es, hát mondjuk gyors tartalónak. egy kétnapos KNX-es tréningen, is. erről szeretnénk néhány szót ejteni nektek, hogy mi hogy látjuk most ezt a rendszert, mi hogy látjuk ezt a történetet. Meki, te mint a, mondjuk úgy, hogy az EIB buszos történetnek a legrégebbi ismerője, nyilatkozzál nekem, hogy láttad ezt az egész történetet ahhoz képest, amit korábban csináltál, tanultál? Ja, hát csak úgy a KNX-ről pár szóban, csak így felvezetésképpen. Gyakorlatilag a, a KNX az így az elmúlt 30-40 évben alsó hangon jelen van. Tehát korábban Instagram busz, illetve IB neveken futott, de mi a nemzetközi piacra szeretek volna kitörni, ezért jött létre a KMX név gyakorlatilag, de semmiképpen sem egy új dolog, új keleti dologról van szó. Tehát a német barátaink az épület automatizálási ipart azt nem most kezdték. Ehhez mértem viszont a megoldásaik is eléggé szerteágazóak, tehát a világítás rendszerek, fűtésrendszereken át gyakorlatilag majd, hogy nem mindenre van megoldás vagy illesztés más rendszerekhez, és nagyon robosztus az egész sztori. Viszont van egy olyan hát marketing alkatrészük, ami viszont nem csak álmitás, és nem csak ígérgetés, ez pedig a visszafele kompabilitás. Tehát gyakorlatilag egy 5 évvel vagy egy 10 évvel ezelőtt vásárolt KMX eszközt, azt ugyanúgy be lehet kötni egy, tehát egy nap, egy korábban telepített rendszerbe egy friss KNX eszközt ugyanúgy be lehet kötni, mint fordítva, tehát így, így abszolút ö, meg van csinálva az átjárhatóság. Ö, és ez a szoftverben, amivel találkoztam annó és találkoztunk ö, most a, a tanfolyam alkalmával, ez így jól is látszott. Tehát, ö, a mentalitásában, felépítésében és működésében túl sok különbség nem volt. A, két szoftver között pedig kihagytam két verzió számot. Az nem egy-két év. Nem. <laughs> <laughs> ez fontos megjegyezni, hogyha már a KNX-ről beszélünk, hogy a KNX ez egy szervezet, amelyiknek jelenleg, ha jól tudom, már majdnem 500 gyártói tagja van, tehát nem egy cégről beszélünk, is ebben ilyen szinten a éves történethez lehetne hasonlítani, hogy van egy, van egy felépített szabvány, amit egy, egy egyesület egyenget, és ezzel kapcsolatban a gyártók hozzájuk jelentkeznek, náluk minősítik a termékeiket, hogy a KNX logót használhatják. Zonai... Ez. Neked mi az első tapasztalatod, aztán majd visszatérünk meg a meglátásaira bevallom őszintén, nekem nagyon bejött már az elején is, hogy ez a decentralizált működés, ugye egy elég stabil működés, amiről Mát beszélhetünk majd a későbbiekben, szerintem, hogy ez mit is jelent, de nagyon nagy előnye a szerver központú megoldásokhoz képest, meg főleg a felhős megoldásokhoz képest. Maga a telepítésről is ugye beszéltek az előadáson, illetve hát ugye, hogy hogyan kell kiépíteni a, egy knx es vonalathálózatot. Ez is viszonylag egyszerű, könnyen érte, érthető volt. Jó, nem telepítettünk, nem szereltünk villanyt. Ez a későbbiekre marad, viszont maga a szoftver, illetve ez a paraméterezés, programozás, amiről itt az előadás alatt szó volt, az szerintem egyszerű, csak ismerni kell. Tényleg úgy hogy az első pár, aha, 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 után már sokkal könnyebben megy minden. Inkább eszközismeret az egész, mint sem programozási skill uh, skillek igazából, úgyhogy uh, szerintem, hogyha uh, hihetünk annak, amit mondtak, hogy igazából van 8000 eszköz, és abból ők is a 10 15 év alatt olyan kb. 60-at használtak per kop, akkor akkor uh, tényleg az hamar ki lehet tapasztalni. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszett, Uh, amit hiányoltam, így a előadás elején, illetve hát közben is, hogy azért nem az okos otthon a fő szempont, legalábbis így tűnt, de erről majd később. Igen. Meki, ne, Meki, neked ezzel kapcsolatban a meglátásod, mármint ez a nem elsőben, elsődlegesen az okos otthon a cél? Hát. Uh... Attól függ, mit nevezünk okos otthonnak. De erről van szó. Jó, igazából arra gondoltam, hogy ugye, még ha veszünk egy alap ö, okos otthon szettet, vagy azt mondjuk, hogy egy rendszert kiválasztunk magunknak, akkor ö, kapunk egy jó kis webfelületet hozzá az esetek 90%-ában, a rendszert könnyen tudjuk bővíteni, akár mi magunk is, alapvetően ilyen gondolatok De vannak, főleg, hogyha vezeték nélküli technológiákat használunk. Hát a KNX alapvetően pont nem ilyen, hanem oda igenis kell a ETS szakember, aki képes telepíteni, ugye a KNX telepítő. De nem is ez az érdekes része, mert hogy megint visszatérünk a kérdéshez, amit nevezzünk okos otthonnak. A klasszikusnak mondható connected home megközelítés, tehát hogy kb. minden eszköz fölcsapunk az internetre, aztán boldogság, és ezeket megpróbáljuk vagy automatizálni, vagy arról beszélünk, hogy az otthonunk konkrétan internet támogatás nélkül ténylegesen képes önálló feladatok elvégzésére a mi életünk megkönnyítése érdekében? Hát alapvetően szerintem az utóbbi. Hát igen, viszont a KNX az pontosan ezt valósítja meg. Igen. Akkor... Alapvetően ugye ott különbözik a történet, hogy a, a KNX és az auto automatizálási rendszereknek egy jelentős többsége, vagy mondjuk inkább épületautomatizálási, ugye, mert a, a KNX esetében inkább beszélhetünk épületautomatizálásról, eh, hogyha a projekteket tekintjük, akkor azért ott jelentős eh, mennyiségben jelen vannak a különböző nagy épületek, komolyabb épületeknek a, az automatizálása. Tehát az ő esetükben ugye onnan indult, hogy még nem volt internet. Tehát, hogyha megnézzük ugye a, a történetét, hogy a 80-as évekre visszamenőleg, tehát azért az egy, az egy szép elképzelés volt, hogy vannak itthon mindenféle eszközök, jobb helyeken már volt bármi olyan, amelyiknek köze lehetett a gépészethez, tehát a mostani kazános megoldásokhoz valamilyen szinten vezérelhetőek voltak, és hogy, hogy ne kelljen oda menni a radiátorhoz, úgy, mint ahogy a tévéhez se kelljen oda menni távirány, kitalálták, ennek is ez lett volna a, a, lényege. Tehát azért ez a megközelítés, hogy ebből az irányból nézzük, hogy, hogy egy házon belüli távvezérelhetőséget és házon belüli automatizmus próbált adni, azért teljesen más megközelítés és máshogy építi fel, mint mondjuk -e a, a, most bekerült új típusú okos otthon rendszerek kitalálja, tehát mondjuk ezt egy Xiaomi. Tehát nyilván Nyilván az ő által, felé, ő által felépített rendszer, meg elképzelés, az teljesen más irányban mozog, hiszen most alapvetően más alapokból építik fel a saját rendszerüket, mint mondjuk annó a KNX elkezdte felépíteni, és ő kvázi ráhúzta a tetejére az esetleges internetes előhetőséget, ahogy láttuk ugye egy egy biztosított veves felületen igazából a minden szerintem markáns különbség, hogy míg a legtöbb ilyen otthon automatizálási rendszer, vagy okos rendszer, vagy akár csak ez a bármilyen ilyen szett, az nagyon épít arra, hogy a felhasználó beavatkozhat, és be is akar avatkozni. Na már most a KNX, mivel a épület automatizálási rendszer, teljesen automata működést próbál meg garantálni, illetve garantális akár 10-20-30 éven keresztül is, mert ezek úgy vannak kialakítva itt, a felhasználói beavatkozásra nincs szükség, sőt, igazából az, az külön eszközt igényel, ha szeretnék, hogy valaki be tudjon avatkozni, és drágítja a rendszert. Mert alapvetően az arra van felépítve, hogy berakják, beprogramozzák, és működik, és nem kell hozzányúlni. Az a cél, hogy ne, ne kelljen hozzányúlni. Így van, de azért valamilyen megoldások biztosítják a felhasználók közbeavatkozását, a, a más nem, ugye legtöbb esetben ugye ez honnan indul a világítás, és hogyha megnézzük a, a KNX erősségeit, akkor elsősorban a, a, a világítás terén szokták alkalmazni, tehát hogyha tényleg hotelek, éttermek, repülőterek esetében gondolkodunk, akkor itt általában a, a fókuszban a különböző világítások, világításképek vannak. Tehát ebben az esetben azért nyilván ez, ez előjön, tehát egy villanykapcsoló lehet itt a közbelépés, de hát amit hallottuk, ugye a, a, hogy ne kelljen programozni, és ne kelljen kihívni a, a, a szakembereket ahhoz, hogy mondjuk egy világítás képet létrehozzunk, arra is van le megoldás, mondjuk egy egy kapcsolóval, tehát kvázi le tudjuk menteni, ugye manapság már ez a újabb kapcsolók verziója meg tudja oldani, hogy lementjük az adott világításképet, persze kérdés az, hogy akarjuk-e azt mi állítgatni, vagy inkább szakember. Bízunk. Igen, ugyanakkor viszont az korábban említett példák jól mutatják a, a KNX-nek a skáláját, inkább azt mondanám. Tehát egy, egy lakás esetében, vagy egy családi ház esetében nem feltétlen gondolom azt, hogy a legjobb megoldás lenne, hogyha nem komplex hű, hűtés-hűtési rendszerek, tehát nem komplex gépészet és komplex világítás technika van, adott esetben redőnyire vezérlésen kombinálva, akkor nem feltétlenül ez a legjobb megközelítés. Ehhez azért annyi kiegészítést tennék, hogy még hogyha megnézel egy bármilyen okosotthon rendszert, vetjük akár a legnagyobb ilyet, ami a piacon elérhető a xiaomi van pár száz termékjük, mondjuk, amik így összekapcsolhatóak, főleg vezeték nélküli hálózaton. Ott van a Loxon, mint okos otthon rendszer, a maga 120 komponensével, most nem tudom, de hogy nem több száz, az biztos, uh, illetve hát egyéb gyártók, vagy egyéb ilyen hát ilyen kis rendszerek, Nyugodtan amik mondja, a, a, a adott lokáción készülnek, Azért szembe ezzel szemben, hogy ott van a KNX a maga 8000 termékével, uh, rengeteg partnere van, mi szabvány, amiről beszélünk, és akkor ott van az, hogy tényleg minden használható, és a Loxon is látja ezt, ugyanis alapvetően a Loxon rengeteg gateway rakhatunk hozzá, kivétel egyet nem kell, a KNX-et, mert az alapból rajta van a mikroszerver, vagy a miniszerverem. Így, van. Így mert... van. De hogyha, ha már említettük ugye a, a... Kinexes történet hátterét, akkor nyilván a design irányból is megközelíthetjük ezt a, a, történetet, ugye, hogy tehát ha, ha megnézzük, akkor ugye a, a -es eszközöknek a jelentős része az valami plusz eh, dizájnt ad, nem egyfajta dizájnra vagyunk hagyatkozva, ilyen szinten nem vagyunk bezárva a rendszerbe a pont a nagy számú eszközök miatt, hanem mindenféle eh, olyan dizájnál már tudjuk, ami mondjuk nem egy, egy és ne egyre haszporabb mondjuk ilyen téren, hanem egy egy komolyabb, egy komolyabb megjelenést kölcsönöz a terméknek. Nyilván ez a probléma alapvetően azokkal a, a többi rendszerrel, ami valamilyen szinten zárt, hogy nehéz beleilleszteni új elemet, pont ezeket a design elemeket nehéz beilleszteni, mert ugye Mondjuk előszintén ugye, hogy jelenleg, vagyis hát azt mondom, hogy eddig a, a, az időszakig azért egy KNX-es rendszer beépítése nem egy panelházban volt jellemző. Majd mindjárt kitérünk rá, hogy most azért már erre van lehetőség. De azért egy teljes panelházra. Igen, igen, de azért mondom, tehát leginkább ugye nagyobb rendszerekre volt jellemző, több száz négyzetméteresre, ugye alapvetően a nagy különbség az épületautomatizálás része, ipari épületautomatizálás és az otthonautomatizálás rendszerben, hogy egy épületautomatizálási rendszerben azért egy, egy viszonylag szűk, okay, Viszonylag szűk keresztmetszetben mozog az igény, a még egy házban azért ugye ott rengeteg igény és különböző dolog van, tehát más megközelítés, mint mondjuk egy, 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 egy Xiaomi, vagy egy Luxon vagy egy Fibaro esetében nézzük. Viszont az, az, ahogy említettél, ezeknél a rendszereknél is ugyanúgy a KNX-nél is megvan a, a gateway lehetőség, tehát a, az egyéb eszközök integrálása, csak persze itt mindig az idő és a pénz kérdése Igen, jön elő míg itt a gateway az csak egy kommunikációs illesztő a KNX esetében, addig a többi rendszer esetében a megoldás az automatizálása. Több KNX esetében gyakorlatilag ez egy decentralizált rendszer, nincs egy központi hub, hanem az eszközök közvetlenül kommunikálnak egymással. Ez egy nagyon fontos amúgy különbség. Azon a híres buszon, ami gyakorlatilag egy sodort érpára rendelkező kábel, illetve két sodort érpára, de mindegy alapesetben. Igen, szóval ami nagyon nagy előnye, hogy tényleg eszköz-eszköz kommunikáció, az nagyon szépen megvan hogy ne vesztenek össze, és rengeteg alternatíva van. Például felhoztak egy példát, hogy 20 évvel ezelőtt telepítettek egy rendszert, majd a, elromlott az egyik alkatrész, vagy cserére szorult, most mindegy milyen indokkal, és már nem volt meg a gyártó, mert időközben vagy a termék alakult át, vagy maga a gyártó szűnt meg. De mit csináltak? Kerestek egy alternatívát, mert mindenre van alternatíva, olyan sok eszköz van, és fölprogramozták azt az új eszközt, beillesztették a rendszerbe, nem kellett az egész rendszert lecserélni, csak azt az egyelemet, és ugyanúgy használta tovább, vagy akár még jobban is a megrendelő, ez egy nagyon nagy fegyvertény tud lenni, mert azért egy lakásba, vagy mondjuk ipari részen persze az a cél, hogy minél több 20-20 éveket is kiszolgáljon az iparépület, de lakásban is azért nem egy-két évre költözünk be, hanem igenis több 20 vagy akár több generációra is. És azért az nagyon nagy kényelem az, hogy el is feltkezhetsz erről, de mégis, hogyha előjön egy probléma, akkor azt tudod orvosolni, vagy orvosoltatni. Így van. Hát esetleg még egy utolsó mondatot zárszóként uraim, aztán kitérünk itt szerintem egy következő adásban a mondjuk úgy, hogy budget megoldásokra a KNX-en belül is, tehát a, a, amit említettünk ugye néhány lehetőség van arra, hogy hogy egy panellakást is akár okosítsunk egy KNX-es rendszerrel. Szóval Zoli, utolsó zárszó. Szerintem azért, azért most is megemlíthetjük, mert ez egy nagyon fontos fegyvertény, hogy bár eddig a KNX ö, tényleg egy ipari szabvány volt, és főleg az ipari ö, megoldásokat preferálták. Az ipari megoldás? Ö, az ipari megoldás. Az ipari megoldás, így van, bocsánat. Ö, mostra, mostanra, mivel egyre elterjedtebbek a, a kapcsolt otthonok, vagy okos otthonok, vagy igazából ez is egy piasz lett, és egyre több ö, helyre amúgy KNX-et építenek be, csak ugye mindezen hátrányok ismeretében, Felismerték a gyártók, a nagyobb gyártók, a Berker is, meg a teben is, hogy szükség van arra, hogy a végfelhasználók felé is nyissanak. Ezért megjelentek már olyan kisebb paramé paraméterezhetőséggel rendelkező KNX-es eszközök, amikhez egy ilyen szedben árulják őket önmagukban működnek a kis saját rendszerükben, de KNX-kompatibilisek, azaz később beköthetőek egy nagyobb KNX-rendszerbe, vagy bővíthetőek, de akkor mondjuk egy-két funkciót bukunk, például ez, ennél alapvetően van egy IP átjáró egy kis szerverecske, amire mobil alkalmazáson keresztül tudunk akár programozgatni, illetve azon keresztül vezérelni. Ad, ad ilyen kényelmet is most már egy-két KNX-es gyártó, Bizonyos megkötések mentén nem érhető el ezekben a, az a 8000 termék mindegyike, de cserébe egyszerűen alapvető, illetve nem alapvetően a legtöbb okos otthon problémára megoldást nyújt. Megjegyzés, én nagyon szemezek ezzel a rendszerrel, a tében Luxor megoldásával, úgyhogy arról majd még külön fogunk beszélni, illetve reményeink szerint be is tudjuk mutatni a kedves hallgatóknak majd az egyik okos otthon képzés alkalmával. Így van, Meki. Meki erősen rázza a fejét, hogy már ezek után nem jut szóhoz, úgyhogy köszönjük szépen, hogy hallgattatok a mai szösszeletünket, amit, amivel indítjuk ezt a sorozatot. Lesznek ebben a sorozatban vendégeink is, mind a Fibaro, mind pedig a Loxon irányából szeretnénk vendégeket fogadni, illetve már készült interjú, ami ebbe a sorozatba fog bekerülni, illetve szeretnénk ezeken a képzéseken is részt venni pont azért, hogy egy szélesebb, átáltatóbb keretet tudjunk nektek adni, és egy, egy szabvány és gyártófüggetlen képet tudjunk adni nektek az egész termékkörről. Úgyhogy maradjatok velünk, hallgassatok minket máskor is, megtaláltok minket a doityourselfsmarthome.hu, illetve a hozzákapcsolt Csináld Magad Okos Otthon Facebook oldalon, böngészétek az Okos Otthon Klub honlapját, pont azért, hogy az előző adásokat meg tudjátok nézni, és hogyha esetleg támogatni szeretnétek minket, akkor az adásnaplóban megtaláljátok a Patreon linkünket, ahol nagyon szeretettel fogadjuk a támogatásokat, hiszen ebből tudjuk fejleszteni a saját tudásunkat, illetve a podcast eszközeink parkját is. Sziasztok, találkozunk máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Kedves hallgatóink! Köszönjük, hogy ma is az Okos Otthon Klubbal tartottatok. Tartsatok velünk a jövő héten is. Amennyiben véleményetek van a műsorról, illetve ötleteitekkel, témajavaslatokkal okosítanátok adásunkat, várjuk leveleiteket az infókukac okosotthon.klub címre. Adásunkat értékelhetitek iTunes-on, Google Podcasten, en Spotify-on, illetve azon a podcast alkalmazáson, amit éppen használtok. Okos ötlet, és nagyon köszönjük, ha támogattok minket akár egyszeri, akár rendszeres hozzá hogy még okosabb műsorokat állíthassunk össze nektek. Felajánlásaitokat örömmel fogadjuk a patreon.com per klub címen. Köszönjük figyelmeteket, tartsatok velünk a jövő héten is. Ne feledjétek, okosítsuk együtt otthonunkat az Okosotthonklubban. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor a Showcast műsor család büszke tagja. További műsorokért keres fel a showcast.tech oldalon.